Vastaps fogadta a hazatérő győri tornászokat az olimpiai sportparkban, Bácskai Csenge és Mészáros Krisztófer gépe kora délután landolt Budapesten, onnan egyenesen Győrbe jöttek, hogy találkozhassanak klubtársaikkal. A remekül szerepelt tornászokat a GYAC elnöke, egyben Győr tornász olimpiai bajnoka köszöntötte. Attól nehéz ez a torna, hogy valaki képes arra, hogy mind a hadszeren kimagasló gyakorlatokat tudjon végrehajtani, és te egy ilyen tornász vagy, egy elegáns tornász vagy, ugyanakkor vannak kiemelkedő szereid is, most sajnos nem sikerült azokon a szereken, nem sok hiányzott ott sem bekerülni a döntőbe, de összetettben viszont csodálatosan szerepeltél, 24 között 9. helyezést értél el, amihez szívből gratulálok, valóban az olimpiák történetében már nagyon-nagyon régen volt ilyen siker. Hatalmas élmény volt az olimpián szerepelni, ezt mondta az ugrásban sérülten is 12. helyen végző Bácskai Csenge. Egy hihetetlen élmény az, hogy ahogy a közönség bíztat, hogy mekkora csarnokba versenyeztünk, és hogy rengeteg ember előtt szerepelhettünk, és így az évek során már meglett az a rutin, hogy ez a hangzavar és ez a sok ember nem gátol, hanem segíti a teljesítményemet. Elégedett teljesítményével az összetettben 9. helyen végző Mészáros Krisztófer is. Viszont mindig az járt a fejemben, hogy majd ott leszünk Párizsban az olimpián. Előtte nem nagyon tudtam megmondani, hogy mi fog ott kint várni rám, mert mindenki azt mondta, hogy teljesen más, mint amilyennek elképzelem az olimpiát, és ez így is volt. Tényleg nem tudnám egyetlen egy versenyhez sem hasonlítani, mert annyira teljesen más volt az atmoszféra a versenyen, mint hogyha ahogy Robi bácsi is mondta, hogy egy kézilabda vagy egy foci meccsen lettünk volna. Úgyhogy nagyon izgalmas volt. Hatalmas ünneplés fogadta tehát Győrben a párizsi tornász hősöket, akik, ahogy a rendezvényen is elhangzott, igazi példaképek a gyacos utánpótlás, vagyis több száz fiatal tornász palánta számára. Már csak az a kérdés, lesznek-e majd egyszer követői Csengének és Krisztófernek? Szerintünk igen.